House in Budapest, my hidden treasure chest. Golden grand piano, my beauty focus. Ez a hely nem kicsit csajos. A Vintage Gardent ajánlásra kaptuk, nem is bántuk meg. Enni, inni, fotózni, mindent lehet itt, ami egy kicsit úgy néz ki, mintha a Sex és New York egyik forgatási helyszíne lenne. Nem buktak át szerencsére a gej külsőbe, pont azon a határon mozog szerintem a látvány, ami kellemes és még egy pasinak is kibírható. A kávé finom volt, az étel pedig remek, és árban sincsenek elszállva. Igazi vintage stílusban kezdtük meg a reggelt. Csajcsapatnak kötelező a hely, de hölgyek, egyedül is el lehet jönni, urak viszont, ha egy tökéletes randi helyszínt kerestek, na ez az. A csajokat szerintem úgy kell felmosni. Nagyon-nagyon jó Insta meg Facebook képeket lehet csinálni, emellett nagyon menő a kiszolgálás, jó fejek a srácok, isteni az étel, nagyon finom volt a kávé, és az árak is barátságosak, úgyhogy tényleg jól indul ez a reggel, jöhet is pár budapesti legenda megint. Tu m'as promis et je t'ai cru. Legenda szerint a két világháború között a kevésbé elegáns mozikban csengettek a film vége előtt egy kicsivel, hogy az összebújt párok szétrebbenhessenek. És ez a legenda tényleg igaz, mert a nagykörű tele volt ehhez hasonló mozikkal. Persze úrinő és úriember ide nem tette be a lábát. A legenda szerint, ha írói válságba szenvedsz, ide kell jönnöd anonimus szobrához, megfogdosni a tollát, és azonnal rá talál az ihlet. Szerintetek ez igaz? Igaz lehet a legenda? Hát, írj egy regényt, és meglátjuk. Szúnyos a föld, és éhesek a fák. Add már, uram, az esőt, sárga a zöld, és száraz a világ. Add már, uram, az esőt, kókad a búza, meghal a virág. Add már. Folytatjuk a videót, viszont már másnap, úgyhogy elbúcsúztunk Rékától, ő dolgozik, de mi megyünk tovább. Többek szerint a Deák téri metró megállóban a betűcsempék titkos írással készült üzenetek, vagy talán figyelemfelkeltő díszítések. Na de mi lehet az igazság? Amit felmondva mondunk el, mert a maszktól és a metrótól semmi sem hallatszott. Az igazság az, hogy a burkolat João Vieira portugál képzőművész alkotása, amit a lisszaboni közlekedési vállalat ajándékozott a magyar fővárosnak. Portugál költők versrészleteit tartalmazza magyarul és magyar költők műveit portugálul. Az alkotó célja az volt, hogy miközben a csempéket böngészük, akaratlanul is a költeményeket olvassuk, vagy épp kibetűzzük a verseket és megértsük a festményt. Alul a linkeknél megtalálhatók, hogy a díszburkolaton található költemény részletek melyik versekből is származnak. Füttyös Gyuri Budapest kultikus alakja volt. A legenda szerint 1956-ban légnyomást kapott egy szovjet lövéstől. Az utcán szinte mindenki ismerte. Egy forintot kéregetett az emberektől, mások szerint 2 forintot, és az esti hírlapjával az arra járó lányok fenekére csapkodott. Füttyös Gyuri története igaz. A 90-es években tűnt el a városból, egyesek szerint meghalt a keletinél, mások szerint vidékre költözött, de azóta se látták a városban. Haladunk is az utolsó helyszín felé, ami a Zoo kávézó lesz.
ahol reményeink szerint nem csak kávézni lehet, hanem állatot simogatni. Úgyhogy egy élménnyel több lesz ma. És reméljük jó élménnyel. A zókávés élményünk sok macskával indult. Nem voltak még mások rajtunk kívül, úgyhogy az összes hozzánk rohant és körülöttünk mászkált. Így mondjuk azért nehezebb kávézni, de amint jöttek még páran, oszlott a macska tömeg. Szép vagyok. Köszönöm szépen. A pincérek ezután hozták is nekünk a különféle állatokat, akik nagyon barátságosak, úgyhogy na-na, hogy megsimogattuk őket. A hely barátságos, és pont annyira érzed benne magad egy állatkertben, ami még jól áll egy kávézónak. Mindenféleképp egy olyan interaktív élményre lehet számítani, hogy a papagáj a válladra száll, megkaphatod például kígyót a nyakadban. Nagyon-nagyon fura érzés, hogy egy ekkora hús tömeg, izom tömeg így mozog. Viszont a lényeg, hogyha eljöttök, akár családostul, akár csak így párral vagy egyedül, egy olyan élményben lesz részetek, ami szerintem mindenféleképp megér egy misét. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, iratkozzatok fel, osszátok meg. Ha nem tetszett, akkor is nem sokára jövünk megint. Na, sziasztok!